Vona Gábor pártelnök tart sajtótájékoztatót. A magyar társadalom ennek a jelenlegi Európai Uniónak nem hisz. A társadalom érdektelen, otthon maradó része azt üzente az Uniónak, hogy így nem kér belőle. És nem csupán az alacsony részvétel üzeni ezt, hanem Európa szerte az euroszkeptikus, eurealista pártok sikere is azt bizonyítja, hogy mindannyian szeretnénk egy közös Európát, mi is, de valami egészen mást, mint amit jelen pillanatban kínálnak nekünk. A Jobbik története során minden egyes választáson lépett egyet előre. Fokozatosan haladtunk lépésről lépésre. 2009-ben áttörtünk, és egy hatalmas sikert értünk el az európai parlamenti választásokon. 2010-ben magabiztosan jutottunk az országgyűlésre. 2014 áprilisában 1 millió szavazót magunk mögé állítva óriási meglepetést okoztunk. Bár mindháromszor nagyon szerettük volna, bár mindháromszor kitűztük magunk elé célként, bár mindháromszor ott lebegett előttünk a lehetőség, bár mindháromszor majdnem el is értük, de nem sikerült. Nem sikerült megelőznünk az MSZP-t. De ma eljött az idő, hosszú, kemény munkánknak megjött a gyümölcse, kitűztünk egy célt ezelőtt a választás előtt, azt a célt, hogy legyünk mi a másik legerősebb párt Magyarországon, legyünk mi a legerősebb ellenzéki párt Magyarországon, hogy előzzük meg az MSZP-t, és ezt a célt ma a támogatóink, a szavazóink segítségével elértük. Nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, mert ebben a választási kampányban példátlan, aljas támadásoknak voltunk kitéve a Fidesz és az MSZP részéről, amely támadásoknak a célja nemzetközi nyomásgyakorlással nem volt más, mint a Jobbik megroppantása. És ez a mai nap, ez a mai este, ez a mai eredmény azt üzeni, az a tanulsága, hogy a Jobbikot megroppantani nem lehet. A Jobbik egy betonerős, stabil párt, amelyet mocskolódó kampánnyal nem lehet megroppantani. A Jobbik által sarat, és ilyen ellenszélben is kivívta a célját, hogy másik erő legyen. Nem mi roppantunk össze ma, hanem az MSZP. A mai nap két legfontosabb belpolitikai változása ennek a választási eredménynek a kapcsán az, hogy a Jobbik ma Magyarországon a második politikai erő, az MSZP pedig összeomlott. Ennek a két... Ennek a két változásnak viszont egy irányba mutató következménye van. Ez ugyanis azt jelenti, hogy mi váltunk a Fidesz kihívóivá, mi váltunk a Fidesz lehetséges váltópártjává, és a Fidesz gazdagokat támogató társadalom és gazdaságpolitikájával szemben mi maradtunk az utolsó mencsvár. Mi maradtunk az utolsó mencsvár a megalázó bérekért dolgozó magyar munkavállalóknak, a munkahelyüket elvesztetteknek, a kiszolgáltatott, szociálisan, jogilag kiszolgáltatott kisembereknek, a nyomorgó kisnyugdíjasoknak, a lecsúszás rémétől minden nap rettegő középosztálynak, a jövőjétől megfosztott fiatalságnak, az elvándorlásról szétszakított családoknak, a kilátástalan versenyben küzdeni próbáló magyar kisvállalkozásoknak és a közbiztonság hiányától minden nap rettegő embereknek. Mi vagyunk számukra az utolsó mencsvár, és ez egy óriási felelősség. Szeretnék gratulálni a három kijutott európai parlamenti képviselőnknek, Morvai Krisztina listavezetőnknek,